Május 16-a van, köszöntöm a Telepaks kistérségi televízió keddi híradójának nézőit. Megújult a Városi Múzeum előtti tér, 40 éves évfordulót ünnepelt a Városi Vegyeskar, mátrai borokat kóstolhattak a Borbarát klub tagjai, tanévzáró gálát tartottak a ritmikus gimnasztikások, teljesítménytúra a Demeter Egyesület szervezésében. Mindenről szó lesz mai híradónkban, tartsanak velünk! Elkezdődött a Városi Múzeum előtti terület műszaki átadása, a hiánypótlásra 15 napja van a kivitelezőnek. A tér felújítására 50 millió forintot biztosított az önkormányzat. Tavaly október végén kezdődött el a Városi Múzeum előtti tér felújítása. Az átadási határidő módosításáról az év végén született döntés. Szerződés módosítás történt a befejezési határidő tekintetében. Az andezit kocka nagy szegélyköveknek a beszerzési nehézségeire való hivatkozással kezdeményezte a kivitelező, ezt a megbízó elfogadta, és így módosult a határidő május 15-ére. A szerződés szerint, amennyiben a műszaki átadást megkezdődik ezen a napon, akkor a kivitelező teljesítette a feladatát, de az is látszik, hogy ez a műszaki átadás a mai napon nem fog befejeződni, mert vannak még kisebb jellegű hiányok, amiket a kivitelezőnek pótolni kell erre 15 nap árrendelkezésére, és akkor zárul a műszaki átadás. A korszerűsítés keretében új járda épült a Szentháromság tér felüli oldalon a múzeum sarkától a Deák utcai kereszteződésig, valamint megújult a Deákház és a Mádl Kovács kúria előtti terület a Bajcsy-Zsirinszky utcáig. A megállóhelyek száma nem változott. A parkolóknak a száma az alapvetően nem változott, az ugyanannyi maradt, mint eddig, csak egy kicsit esztétikusabbá tettük a zöld területtel, illetve rendezebbé tettük. Valamint kerékpár tárolókat helyeztünk ki, ami nyilván a biciklis közlekedésnek könnyíti meg. A burkolatot andezit, illetve térkőre cserélték, a parkoló pedig újításként egy a városban még nem használt, stabil útburkolatot kapott az addigi zúzott köves helyett. Az andezit kő az magába, gondolom a múzeum környezetébe tájba illeszkedik, illetve a szemközti Erzsébet szállónak is a burkolata hasonlóval van ellátva. A stabilizált útburkolat, ez a fehér mészköves, ilyen természetes kötőanyagú burkolat, ez pedig egy új kipróbálási stádiumban van. Új támfal is épült a múzeum régi és új épületei között, melyen a Paksi Metszet név szerepel, az elemeket daruval emelték a végleges helyükre. A téren nagyobb közműrekonstrukció nem zajlott, az új utcabútorok a napokban a helyükre kerülnek. A közműveket részben érintette, tulajdonképpen az ivóvízvezetéknél volt egy olyan feladat, hogy védelembe kellett helyezni egy szakaszt. A többi közmű tekintetében van gázvezeték, tárközlési vezetékek, elektromos vezetékek, tulajdonképpen csak fokozott figyelemmel kellett a munkát végezni, tehát komoly érintettség nem volt. Annyi történt még, hogy 4 darab új közvilágítási kandeláber lett elhelyezve a területen, és ennek a kábelezése történt meg. A Deákház előtti andezit szegélykövek szélei még gömbölyítve lesznek, ígérte a kivitelező. A munkát a DC Dunakon Plusz Kft. Szakemberei végezték el, a beruházás önkormányzati forrásból, bruttó 50 millió forintból valósult meg. Megalakulása óta elnyerte a Fesztivál Kórus címet, valamint Pró-Urbe díjjal is elismerték a Városi Vegyeskart. Most egy ünnepi, jubileumi koncerttel emlékeztek meg a 40. évfordulóról a Jézus Szíve templomban, ahol közkedvelt és kevésbé ismert dalok is felcsendültek. Az éneklés-től az ember boldog lesz, felszabadítja az éneklés az ember. Olyan hormonokat szabadít fel, amelynek köszönhetően csökkenti a stressz, csökkenti a depressziót. Azt gondolom, hogy ez a közös éneklés kapcsán ez csak hatványozódik, ez az érzés. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Szabó Péter az önkormányzat nevében a Városi Vegyeskert a fennállásukat ünneplő 40 éves jubileumi koncerten a Jézus Szíve templomban. Az egyesület 1977-ben alakult, az első karnagya Károly János volt, aki 20 évig állt az énekkar élén. Már akkor megmutatkozott a vegyeskar tehetsége, több elismerést és aranyminősítést is szereztek országszerte.
Második karnagyunk, Károly János követően Simon Péter vezette a kórust 10 éven át. Ez alatt az idő alatt nagyon sokat fejlődött a kórus, akkor már az aranyminősítésünket felváltottuk egy fesztivál kórus minősítésre, és külföldön, Olaszországban egy ezüst diplomát kaptunk egy nemzetközi versenyen. Így tértünk haza 2006-ban, és abban az évben kaptuk a várostól a legmagasabb, város legmagasabb elismerését, a Pro Urbe díjat. A kórust Simon Péter után 2007-ben Cseke Gábor vett át, ekkor ismét megerősítették a fesztivál minősítésüket, valamint a hazai sikerek mellett Ausztriában és Litvániában is szép eredményeket értek el. Egy évvel ezelőtt pedig Újházi Krisztina vett át a karnagyi tisztséget, ő készítette fel a vegyeskart a 40 éves koncertre is. A jubileumi koncertet úgy állították össze, hogy a népszerű dalokat vegyítették a kevésbé ismertekkel. Az első szám Antonio Vivaldi Glóriája volt, amit zenekari kísérettel, illetve szólisták közreműködésével adtak elő. Második művünk egy kicsit rendhagyó volt, tehát nem kapcsolódott szorosan a 40 éves jubileumunkhoz, hanem a karnagynőnknek, Újházi Krisztinának volt az ős bemutatója, ezt a 7 tételből álló darabot ő írta a reformáció 500. évfordulójára. A koncert további részében a kórus olyan dalokat adott elő, amelyeket az eddigi leköszönt karnagyok tanítottak a vegyes karnak. A rendezvény végén pedig már hagyományosan, ahogy minden évben idén is köszöntötték a jubiláló tagokat, akik már 5, 10, 15 vagy ennél régebben csatlakoztak az egyesülethez. Utazó kiállítással emlékezik a Posta Múzeum a Magyar Posta függetlenné válásának 150. évfordulójára. A tárlat májusban indult országjáró útjára, és azokon a településeken áll meg, ahol 150 éve nyílt először postahivatal. Az utazó kiállítás Paksra is elérkezik, mégpedig június 22-én, a pontos helyszínről később határoznak. Rövid híreink következnek. Változik a közlekedés rendje május 20-án a városnapján. Reggel 8 órától a felvonulás végéig lezárják a Dózsa-György utat a Kossuth utcától a Szentháromság térig, valamint 9 órától várhatóan 10 óráig teljes szakaszában lezárják a főutcát a Szentháromság tértől a körforgalomig. A Táncsics parknál a halászlé főzőverseny résztvevői 8 óra 30 percig tudják járművel megközelíteni a helyszínt. Délután 15 óra 30 perctől 16 óra 30 percig a Táncsics utcát teljes szakaszában lezárják. A forgalom korlátozások ideje alatt a lezárt útszakaszon nem közlekedik helyi járat. A biztosítást a rendőrség és a polgárőrség végzi. A Pákolic István Városi Könyvtár helytörténeti klubjának következő összejövetele május 22-én lesz. A rendezvényen Schmausser Mátyás tart előadást Előzetésünk története címmel. Az esemény 17 órakor kezdődik. Közmeghallgatást tart a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A grémium május 17-én 16 órától várja a város polgárait, ahol feltehetik kérdéseiket és megoszthatják javaslataikat. Az ülést az önkormányzat klubhelyiségében tartják. Gyöngyöspatán 8 hektáron fekszik Losonci Bálint szőlőbirtoka. 15 fajta szőlőt termeszt, melyekből hagyományos eljárással készít borokat. Erről a munkafolyamatról számolt be a szőlész borász a Paksi Borbarát klub legutóbbi összejövetelén, ahol a hegy levéből is kóstolhattak a résztvevők. Bioművelők vagyunk, és így nagyon fontos a területek kitettsége, irdatlan sokat számít, többet, mint bármi más. Így ha a bióban meg akarunk valamit védeni, azt tudom tanácsolni, akármilyen növényről van szó, hogy a kitettség, a széljárás, az borzalmasan fontos.
Szőlőbirtokáról és borairól mesélt Losonczi Bálint a Paksi Borbarát Klub legutóbbi összejövetelén. 8 hektáron, 8000 tőkén, 15 fajta szőlőt, többek között rajnai rizlinget, pinot noirt és kékfrankos termeszt a borász, de ezeken kívül szívesen kísérletezik rezisztens és régi magyar fajtákkal is. 12 éve dolgozunk a Mátrai borvidéken, Gyöngyöspatán, ezen belül, az a pincénk ott van, és a legtöbb területünk, a legfontosabb szőlőink Patán vannak. Ezen kívül Gyöngyös Tarján, ami talán már ismerős lehet néhány borá, híresebb borász által. Tarjánban és Nagyrédén is van egy kis bérelt terület, ezek a szomszéd települések, de Patán vannak a legfontosabb szőlőink. Losonczi Bálint a mennyiség helyett mindig is a minőségre törekedett, ezért a préselést a tradicionális módon, a meccés pedig manuálisan és személyesen végzi. Különlegesség még, hogy a borai adalékanyag és faélesztők nélkül szigorúan hagyományos technológiával készülnek. A ként meg a rezet, ami ősi szer, ugye vulkánokban is akár elemi formában megtalálható, azokat használjuk, bár a rezet azt nagyon kis mértékben, a törvényi határ tizedét, mert azért csak nehéz fém, hiába, hogy természetes eredetű. Kémből használunk, az ugye lisztharmat ellen, de sok ilyen kísérleti szert is bevetünk, a narancsolajtól kezdve zsúrlótejáig, kicsit olyan, mint a természetgyógyászok lennénk a növény számára. A cél az mindig, hogy jobb kondíciójú legyen a növény, jobb legyen az immunrendszere, és akkor saját maga legyőzi a betegségek nagy részét. A Borbarát Klub közel 20 éves múltra tekinthet vissza. Alapító tagjai a kezdetektől fogva sokat tesznek, hogy az összejöveteleken rend legyen, és a tagok jól érezzék magukat. A korábbi elnök, Herceg József 10 éven át vállalta az örömteli és egyben felelősségteljes vezetői pozíciót. Az elnök egy nagyon szép titulus, de nagyon sok munkával és fáradtsággal jár. A kis Attila ezt most nagyon jól kezdte, aki utánam következett a sorba, és az elődöm is ezt tette, de beülni és mindenféle gond nélkül csak arra koncentrálni, hogy milyen finom borokat kóstolunk, ez egy nagyon kellemes, jó érzés. Ez a borklub nagyon sok örömet hozott, nem csak nekem az életemben, hanem mindenki, aki ide jár. A Paksi Borbarát Klub következő összejövetele júniusban lesz, akkor a tagok a Bölcskei Havasi pincébe látogatnak el. Közel 100-an mutattak be egyéni és csoportos produkciókat a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tanévzáró gáláján, a Kulturális Központban. A közönség kötél, labda, karika és szalaggyakorlatokat láthatott. Kiakasztották a Kulturális Központ főbejáratára a megtelt táblát. A Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tanévzáró gálája ugyanis ismét szép számú érdeklődőt vonzott. Nem is csoda, mert a színházterem színpadán szebbnél szebb hölgyek, kicsik és nagyok, egyéni és csoportos produkciókat mutattak be családtagjaiknak és az érdeklődőknek. Elsősorban azért a versenyzés a cél, mert azért cél nélkül nem lehet csinálni ezt. Tehát elsősorban, de nem minden gyerek alkalmas a versenyzésre, vagy pszichésen nem, vagy adottságilag nem. Nem mindegyik gyerek születetten tehetséges. Lehet ezt fejleszteni, de a mai ritmikus gimnasztika követelményekhez, hogy versenyre tudjunk menni, sokan nem felelnek meg. Egyébként nagyon népszerű, mert most Európa-bajnokság lesz Magyarországon jövő héten. Úgyhogy megyünk majd megnézni. Úgyhogy népszerű szerintem. Én kislányoknak én vagy a balettot, vagy a ritmikus gimnasztikát biztos, hogy ajánlom. Nem kifejezetten erre készülünk, hanem a versenyekre, és közben azokkal a gyakorlatokkal lépnek fel, amivel aztán a versenyen is, és egy-két olyan gyakorlat van, amit kifejezetten erre a gálára csinálunk, de az nem olyan sok, és most az utolsó két edzés volt az, amikor úgymond a gálára készültünk, de azokkal a gyakorlatokkal, ugye, amivel versenyeznek is, tehát nem annyira izgulnak ilyenkor, szerintem előtte, már amikor ott vagyunk, és na, akkor most elkezdődik, és akkor jönnek a szülők, és akkor izgulnak. Nagy Dóra Katalin fiatalkora ellenére rutinos versenyzője a szakosztálynak, az utóbbi időben számos sikert ért el. A ritmikus gimnasztika mondhatni a génjeiben van, édesanyja ugyanis Sári Ágnes, korábbi válogatott, akit Hermes Anitával együtt beválogattak a magyar kéziszer csapatba, és 1990-ben az Európa-bajnokságon 5. helyezést értek el. Második osztály óta versenyzek Diákolimpiában, és ott minden évben szép eredményeket érünk el. Tavaly megnyertük az országos Diákolimpiát kötéllel.
Duóban, meg trióban is szoktam indulni, ott másodikak lettünk a legutolsón trióban, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy idén egyéniben országos negyedik lettem összetettben. A tanévzáró ugyan megtörtént, de a versenyszezon még korán sem ért véget. Május utolsó hétvégén a Diákolimpia országos döntőjét rendezik Somogyiádon, melyen több paksi versenyző is szerepel, reméljük sikeresen. A nyáron pedig az immár hagyományos, egyhetes, bentlakásos nyári táborát is megtartja a paksi RG szakosztály Tengelicen. Teljesítménytúrát szervezett a Paksi Demeter Egyesület a múlt hétvégén, ahol a túrázók a frissen elkészült Dél-Mezőföld turisztikai térkép alapján tájékozódhattak a 20, illetve 30 kilométeres távokon. A Demeter Egyesület 11. alkalommal szervezte meg a teljesítménytúrát. A hosszabb 30 kilométeres táv Bölcske központjából, míg a 20 kilométeres a volt laktanya hatos úti elágazásától indult. A cél mindkét távnál a Dunakömlődi Lusszónium volt. Idén az a fő apropója a túránknak, hogy kiadásra került a Dél-Mezőföld turista térkép, és egy a térkép kapcsán megújított útvonalon vezetjük a túrákat. Tehát az útvonalon gyalogolnak, amit most alakítunk ki, tehát folyamatban van, egy részét már sikerült felfestenünk, az új turista jelzéseket a többi helyen most jelenleg szalagozásra jelöltük, de itt egy-két hónapon belül ott is felfestjük az új jelzéseket. Az első regisztrációs pont a 30 kilométeres táv során a gyönyörűen felújított Szakálykastély parkjában volt felállítva, ahol a papírmunkán kívül felfrissülhettek a túrázók. Igyekeztünk a kastélyhoz méltó környezetet teremteni mi is. A bakancsos jelleget egy kicsit melléztük, ezért látjuk vendégül mindenkit egy pohár citromos vízzel, hogy érezzék azt, hogy szeretettel várja bármelyik látogatót a Demeter Egyesület. A túráról és az új térképről bővebben a híradót követő lelátóban számolunk be. Marad a kellemes tavaszi idő. Éjszaka 11, szerdán napközben 24 fok várható. A sok napsütés mellett némi gomoly felhő tarkítja majd az eget, csapadék nem lesz, az észak-keleti szél helyenként megélénkül. Következik a lelátó, benne az aktuális sporthírek. Maradjanak velünk, további szép estét!